Gyerekek, most egy 291-es dolgozik, előbb meg egy 572-es dolgozott. Két géppel azért lehet pusztítani. Meg ez a Husqvarna, ez nagyon jó megy szerintem ez. Ez az én véleményem, de szerintem ez nagyon jó megy, gyerekek. Kövezzetek meg érte. Nézzük ezt a kicsit a stílt, hogy dolgozik. No, bazd, mert most állítja, amikor ide jövök videóhozni. Ilyen helyre nehéz már 291-es, vagy még egy ilyen optimális gallya szedni? Nekem jó. Akkor még ez elmegy gallya szedni. Ilyen. Már sokan kérdezik, hogy mi a vélemény erről, meg arról a fűrészről, hát akkor most egy kicsit fejtsük ki, hogy ez ilyen célra, ezt ilyen vastagságú faállományhoz, meg olyanhoz, amit az előbb daraboltunk. Hát dőteni jó, egy nagyobb. Fel lehetne vágni, de ha volna még több fa vagy munka, akkor az, hogy kidőlti az ember, igazán, hogy utána tud haladni, ez meg elvégzi a gallyát. Hát igen. Na most ezt... Annyi, hogy jobban szeretem ezt a fát, mint a fát. Hát igen, az a fűzfa az na. Ebben van az egy egyenesebb gallya, meg ez egy kicsit vastagabb, nem jó vastagabb, és a végnyebb gallya is, mint a fűzfa. A fűzfa sok ilyen pasitból áll, ilyen nagyon... Az ilyen bokorra nő inkább a fűzfa. Meg így tekeredik össze-vissza. Ez jó. Na, ez egy ilyen kis rövid videó, ez egy 6 perces, egy kis darabolós. A tölgy is, meg... A gyertyány is olyan. A cser, ott már, hát abban már jobban ki tudod venni a vastagabbakat, de ott is nagyon sok a hulladék, aki úgy gondolja. Hát meg a bükk azt törik így, mint ez. Bükk is összetörik ilyenre. Hát de a bükk igazán az adja a köböt, mert az jó hozzá. Hát jó, de annak nincs gallya, csak fent. Igen. Na, ez egy ilyen kis rövid szösszenet, majd csinálunk még ilyet a 395-90-es lappal. Na, sziasztok!